Kosítjának, akkor ki van festve. Oda járja tamburás, a tamburával tamburázni minden egyben. A hagyományokhoz híven idén is megtartották az éltes napot Moson-Magyaróváron. A 22. alkalommal megrendezett eseménynek a Fehérló Közösségi Ház adott otthont. A programon az Éltes Mátyás iskola értelmi sérült diákjai mutatták be produkcióikat. Vargáné Éder Etelka igazgatónő elmondta, hogy minden egyes színpadi produkció mögött kemény munka rejlik. A tanítványainknak lényegesen több gyakorlásra, bemutatásra van ahhoz szükség, hogy egy-egy ilyen műsorszámot, egy kis darabot megtanuljanak, és ilyen színvonalon tudják előadni a színpadon. A programon képviseltette magát az Értelmi Sérültek és Segítőik Egyesülete is. Királyné Simon Tünde alelnöktől megtudtuk, hogy szeretnének minden ilyen kezdeményezést támogatni. Szervezetünk egy megyei szervezet, a megyében lévő fogyatékos intézményeket karoljuk fel, többek között az általános iskolánkat, a bentlakásos intézményeket, illetve a napközi otthonokat. A nézők között egy ismerős arcot is felfedezhettünk, Hornyák Ágnes, az Audiato játékosa. Jelenleg éppen babát vár, így el tudta vállalni az Egyesület felkérését. Sokan kérdően fordulnak felénk, hogy mi célból csináljuk ezt. Ez egy olyan érzés, amit nem lehet megmagyarázni, hiszen együtt vagy itt a sérült gyerekekkel, és átérzed a gondjaid, bajot, és közben együtt tudsz velük örülni minden kis apróságnak. Én azt mondom, hogy itt feltöltődik az ember, és olyan plusz kap, amit az életben máshol nem kap meg. Az iskola névadója európai hírű gyógypedagógus volt. Előadásaikkal az ő emléke előtt tisztelegnek a gyerekek.